Grosán Krisztina Aradon született, a kolozsvári Bábesbolyai Egyetem fotó és film szakán végzett, majd a budapesti MOME média dizájn szakán mesterizett. Több mint 10 éve él Budapesten. Több kisfilm után idén nyáron Szarajevóban mutatták be a Legjobb dolgokon bőgni kell című játékfilmjét, amelynek forgatókönyvét a főszereplő Rainer Micsinyei Nórával együtt írták. A filmben szerepet kapott a marosvásárhelyi Bányai Kelemen Barna, és több év után Hernádi Judit is visszatért a mozivászonra. A dramedi fő témája a 30-asok kapunyítási pánikja, szellemes, humoros, de ugyanakkor elgondolkodtató üzenettel, hitelesen, őszintén és nagy adag öniróniával mutatja be az útkeresést. Idén nyáron a rendező már leforgatta a cseh, magyar, olasz, szlovák koprodukcióban nemzetközi stábbal készült második nagyjátékfilmjét, Hétköznapi kudarcok munka címmel. Ha nem bánja, rögzítünk mindent, ami itt elhangzik. Nem kell. De kell. Nem mondtam, hogy milyen hülyeség ez. Ez a protokoll, ezt csináljuk. Ja, ez az egész olyan hirtelen jött, hogy... Ez promóciós kezelés lesz. Remek. Hát akkor ezeket el is rakhatjuk innen. 66 éves lettem, és a férjem hozta az ajándékot, és mondta, hogy ennek mind a ketten örülni fogunk. És kiveszem, és tényleg. Ott volt a szépítő kupon. Hát nekem nem jutott volna egyébként eszembe, mert én már megszoktam, hogy ilyen az arcom, de ő mindig megjegyzi, hogy fáradtnak nézek ki. Tehát akkor csak marad a ránc felvarrás. Igen, igen, igen. Én először azt hittem, hogy ez csak egy ilyen profi, jó kis arcmasszázs lesz. Mi itt csak vágunk. De higgyel, nagyon megéri. Mosolyogjon egyet, kérem. Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Adásban Grosán Krisztinát. Én megírtam már, hogy néhány évvel ezelőtt láttam az Átalakítás folyamatban című rövidfilmet, és akkor is annyira kilógott abból a blogból, kilógott jó értelemben, hogy mondtam, hogy na, ezt megjegyzem, ezt a nevet, mert biztos, hogy fogok még találkozni vele, és nagyon örülök, hogy nem telt el sok-sok év, és akkor itt vagy az első játékfilmeddel Bukarestben. Itt mutatták be ugye Romániában először a filmet a tegnap. Milyen volt neked? Tehát úgy láttam, hogy meg voltál hatódva, meg nagyon-nagyon boldog is voltál, és ezt nem is leplezted. Igen, szia, és köszönöm a meghívást. Hát én örültem nagyon, hogy Bukarestben tudom ezt a filmet először bemutatni, mert nagyon sok ismerősöm az egész országból, én Aradon nőttem fel, Kolozsvárra jártam iskolába, de mindenki valahogy Bukarestben kötött ki, tehát hogy nagyon sok szál fűződik össze itt nekem, és nagyon fontos, ugye ez a film Magyarországon forgott, magyarul, magyar színészekkel, én ott élek már lassan 11 éve, viszont nagyon fontos volt nekem itt bemutatni és megnézni, hogyan értik, hogy működik a humor, az egész problematikát, amit a film körbejár, az hogy fordítódik le, és örömmel vettem, hogy hasonlóban vannak itt is a 30-asok most. Na, említetted ugye, hogy akkor te aradi vagy, vegyes házasságú családból származol, anyukád magyar, édesapád román, és hát románul jártál középiskolába is, meg az egyetemet is Kolozsváron román nyelven végezted, és hát annyiban, fogunk erről még beszélni, de hát úgy gondolom, hogy minden film rólad is szól egy kicsit, amit te csinálsz, de te mégis annyiban különböztél a tegnap esti főszereplőtől, hogy te azért döntöttél elég érdekesen, hogy így fogalmazzak, mert ugye Budapestet választottad mesterizni, nem Bukarestet, hát kézzelfekvőbb lett volna Bukarest, hisz gondolom, hogy a román nyelvet is jobban bírtad még akkor, mint a magyar nyelvet. Szóval elmentél. Igen, hogy miért? Hogy a MOME-t választottad, és hát nem filmes szakmát választottál, mert a MOME-n ugye média dizájnt tanultál. Igen, hát
Én a kolozsvári éveim alatt hát 4 évig forgatókönyvírással is foglalkoztam, meg filmrendezéssel végeztem, szóval saját filmémet csináltam, viszont abban az időben elmentem Isztambulba Erasmusszal, tehát volt ez a szerencsém, hogy majdnem fél évig külföldön éltem először, nem tudom, 21 évesen, és ez ilyen nagyon érdekes volt, mert egy teljesen másik kultúrában azt hittem, hogy róluk fogok sokat tanulni, de magamról és a saját kultúrámról tanultam sokat, mert mindig ment ez az összehasonlítás. Mi milyenek vagyunk, ők milyenek, miért lehet ez? Szóval mindenképpen tudtam, hogy én külföldre akarok mesterképzésre jelentkezni, és az akkori barátom magyar volt, Budapest, és akkor így megpróbáltam ott egy egyetemet, nem tudtam, hogy Mumira mennyire nehéz bekerülni, úgyhogy nem tudtam, hogy tartani kell tőle. Úgyhogy... Lehet, hogy ez volt a jó. Igen, akkoriban az SFF-n nem indult rendezés osztály, úgyhogy a Mumira jelentkeztem, mert akartam valamilyen teljes, tehát média dizájnon 2 évig tanultam, a végén se tudtunk pontosan leszögezni, mi a média dizájn, de ebben a 2 évben mindenféle ilyen, tehát nagyon szabad 2 éven volt. Tehát foglalkoztunk videóinstallációval, performanszal, és végül ott is filmmel végeztem, tehát filmet rendeztem, tehát hogy nagyon szabadon hagytak, és legjobb 2 éven volt, sajnálom, hogy csak 2 évig tartott ez a amúgy 2 éven tartó mesterképzés, ez a normális, de én tanultam volna még 6 évig ott, nem be kellett fejezni. Szóval, hogy de másfelől azt érzem, hogy Bukarest annyira más Arathoz képest, kulturálisan is annyira más, Budapest viszont közelebb ahhoz, amit én ismerek, amiben én felnőttem. Szóval valószínűleg ezért volt nekem könnyű ott maradni, szerintem. Na és hogy birkóztál a magyar nyelvvel? Mert vannak például nekem itt Bukarestben is ismerőseim olyanok, akik, mit tudom, legalább 20 éve itt élnek, tehát maradtak egy olyan középiskolai szintű magyar nyelvvel, és nagyon érdekes, hogy még megtartották az akcentusukat is. Tehát mondjuk, hogyha székely valaki, akkor magyarul most, ma székelyül beszél, viszont románul nincsen semmilyen fajta akcentusa. Neked ez hogy ment? Hát ez jó kérdés. Én nagyszüleimmel és édesanyámmal beszéltem magyarul korán, tehát ilyen kb. 5-6 éves koromig inkább magyarul beszéltem, mint románul, de mind a kettőt tudtam, de aztán a román nyelv vette át az uralmat, és egyre kevésbé beszéltem magyarul, nyilván az iskolában románok lettek a barátaim, menőbb lett románul beszélni, beilleszkedni, a magyar nagyszüleimmel is románul beszéltem, és szép lassan ott találtam magamat 20 évesen, hogy így a minimál szavakat ismerem már csak, vagy hogy ha hallom, akkor értem, de magamtól nem tudnék beszélni másról, mint ami egy 5 éves gyerek beszél. Tehát mit eszünk, hogy játszunk, mikor tartunk szünetet, stb. Tehát ilyen nagyon basic, ami a nagyon alap életre való, azt így tudtam, de például Momén volt médiafilozófiai kurzusom, és ott például megengedték, hogy angolul írjam az éhát, mert nem tudtam volna. Szóval nagyon nehezen küzdöttem meg a nyelvvel, de most eltelt 14 év, és tegnap jöttem rá, hogy kell beszélnem a filmemről itt románul, és vajon nyilván fogok tudni románul beszélni, mert hát szóval, hogy tudok románul, de hogy bizonyos témakörökben, és ez a film is az, annyira megszoktam, hogy vagy angol, vagy magyarul beszélek róla, hogy elkezdtem izgulni, hogy ezt a problémát hogy írom le románul értelmesen, anélkül, hogy keresem a szavakat, és ez nagyon furcsa, mert nagyon sokáig ugye a román volt az, ami a fő nyelv volt nekem. Szóval, de most remélem, hogy ugyanolyan szinten vannak. Na most ez, hogy román-magyar, gondolom, hogy egy csomó helyen vagy egzotikusnak számít, vagy érthetetlennek, vagy nem tudom, hogy már biztos 138 milliószor megpróbáltad elmagyarázni, hogy akkor hogy van Románia, Erdély, románok, magyarok, stb. Ezek mondjuk már fárasztanak, vagy fárasztottak téged egy időben, hogy azért illene tudni valamit, hogyha valaki utánad néz, vagy valaki kérdez tőled valamit? Nem, persze jól esik, ha egy interjúban például utána néznek, és kicsit ismerjük egymást előtte, de egyáltalán nem fáraszt. Sőt,
ha nem a régión belül beszélek valakivel, aki tisztában van azzal, hogy van Erdély, és akkor románok és magyarok, stb., akkor normális, hogy nem tudja, és de nekem vicces mindig elmagyarázni, hogy nyugodjon meg, nem értette félre, tényleg én román és magyarnak is vallom magam, tehát hogy nem emlékszik rosszul, vagy nem tudom, de ez nem csak itt, csomó másik országban keverednek össze a népek, szóval hogy ez nem szokatlan, nagyon emberi. Még egy érdekes dologra bukkantam, hogy valahol nyilatkoztad, vagy írták róla, de már nem tudom, hogy akkor a Berlinárra is, ugye, vagy a Berlin Talents, vagy nem tudom, hogy a címet te majd megmondod pontosan, arra is csak úgy egyet gondoltál, és odaírtál, hogy na hát, ha vagy valami. Igen, nagyon féltem, hogy miután befejeztem itt a BA szakot Kolozsváron, 4 év után, hogy ha Momira megyek, és mindenféle művészeti ágat kipróbálok, akkor lehet, hogy el fog távolodni, vagy nem tudtam, féltem nagyon. Tehát nagyon erősen benne voltam a kaponyítási pánikban már akkor. Pedig még csak 20 éves voltál. Igen, és nem tudtam elképzelni, hogy marad az ember közel a filmes szakmához. Nem akartam rögtön dönteni, mert én végeztem egy kisfilmmel, és azzal volt szerencsém csomó fesztiválra járni, de nem tudtam, hogy így, hogy lehet pályázni, hogy megy tovább a filmes élet, mikor kapok rá lehetőséget, hogy lesz csapatom, tehát hogy egyáltalán nem láttam a lépéseket magam előtt, és akkor kerestem ilyen workshopokat, ahol lehet jelentkezni. Nagyon megdolgoztatott az a pályázat, emlékszem is, hogy lógtam az iskolában, ezt rendesen össze tudjam rakni, de leadtam, de akkor se tudtam, hogy ez annyira, tehát rengetegen jelentkeznek, ilyen 4-5 ezeren jelentkeznek, és akkor bekerülnek valahányan, és oda bekerültem, és akkor nem tűnt olyan nagy dolognak, mert egy hétig vagyunk Berlinben, megismerünk pár embert, látunk filmet, persze az nagyon jó, de utólag visszanézve nagyon hasznos volt, mert 11 éve voltam ott, és nagyon sok olyan emberrel, akit ott ismertem meg, gyakran találkozom, vagy már dolgoztunk is együtt, vagy párhuzamosan figyeljük egymás karrierjét, és mindenki már csinált valamit, és fejlődött, és letett valamit az asztalra. És nagyon kevesen hagyták el a pályát, pedig nagyon kompetitív. Azt hiszük, hogy ha nem érezzük, akkor nem is öregszünk. Mégis, mikor belenézünk a tükörbe, nem azt az arcot látjuk, amire számítottunk. Engedjük el időskori gátlásainkat, hiszen hamarosan új testet öltünk. Kezeink segítségével, az új begyekkel serkentsük arcunk vérkeringését. Közben tarthatjuk a mosolyt. Nagyon jó. A szemek alatt is, és a szemek fölött is. Rengeteget hagytuk most már dolgozni az arcizmainkat, szemünkkel fogunk lélegezni. És kifújjuk. Lépjünk kapcsolatba saját sejtjeinkkel. Köszönjük meg nekik, hogy minket szolgálnak. Nagy munka ez részükről, legyünk hát hálásak nekik. Ha jól tudom, akkor legalább 6 rövid filmed van, és akkor beérkeztél a nagy filmes világba. Ezek a rövid filmeket te hogy tekintetted? Vagyis hát én úgy gondolom, hogy vannak olyan történetek, amelyek kimondottan rövid filmre valók, tehát kár lenne nyúzni, húzni, és vannak ugye nyilván olyanok, amelyek a hosszú, egész estés filmekre valók. Ezek valamilyen fajta gyakorlatok, vagy azok is lehetnek akár a rövid filmek? Hát egyfelől persze, miközben csinálja az ember, gyakorol, de szomorú lenne csak arra, csak úgy gondolkodni a kisfilmes műfajra, mint jó egy ilyen kő, mire megtalálom, tehát az utat a nagy egész estés filmre. Nem, én szerintem, ahogy te is mondtad, hogy vannak történetek, amik, mint egy vicc, ugye egy rövid vicc, az attól jó, hogy ilyen frappáns, egymondatos, lényegre törő, ugyanígy egy olyan történet, ami 15 percen belül éli meg, de az szétnyújtani másfél órára, az nagyon érződik. Voltak
megfogtak életérzések, vagy ötletek, amiket mindenképpen meg akartam nézni, hogy működnek. Tehát egyfajta ilyen kísérlet, experiment volt az egész. De például a hatodik, most ez a legújabb kisjátékfilmet, ez a legjobb dolgok után csináltam. Azt épp vágtuk a legjobb dolgokat, és kellett egy szünet, és ezt a pályázatot már előzőleg megnyertük, el is készítettük a filmet, és akkor mondtam, hogy ha van rá most lehetőség itt Bukarestben előkészíteni, én nagyon szeretnék románul még forgatni, akkor próbáljuk meg. És nagyon nehéz is volt 2019 nyarán találni, mert mindenki stábtagokat, mert nagyon pörgött így itt a filmszakma Bukarestben. És nagyon utólag nagyon jó volt, hogy ezt megcsináltuk, mert jött a pandémia, és nagyon nehéz lett volna ennyi stábtagot és ennyi fiatal embert összehozni egy kicsi térben. Szóval szerintem nem csak gyakorlás, hanem egy műfaj magában. Tehát akkor biztos, hogy fogsz még csinálni kis filmeket is, ugye? Így látod? Én nagyon szeretnék, viszont azt látom, hogy nagyon megváltozott a piac. Olyan szempontból, hogy nem is, lehet, hogy nem is jó szó rá a piac, de hogy hol nézhet az ember kisjátékfilmet, mert néha tévében, de például Magyarországon néha lehet a köztévében látni, de néha ilyen nagyon nehéz időpontokban, mint éjjel egy, mert egyszerűen nem találnak rá más időpontot, de már ez is jó, hogy van egyáltalán. Mi már voltunk délután 5, és este 9, az tényleg csúcsidő. Az szuper, de tényleg. És ezen kívül lehet fesztiválon nézni, ugye, és néha repülőn. Igen, van ilyen kis filmes blokk, de ezen kívül nem nagyon fér hozzá az ember. És nekem nagyon nagy kérdésem az, hogy nagyon fontos szerintem a kisjátékfilm, mert lehet kísérletezni, nem kerül sokba, de utána mit csinálunk vele? Tehát ha nincs hol bemutatni, és most rengeteg kisfilm van, ahogy a technika fejlődik, és elérhetőbb lesz, már az, tehát egy telefonon is lehet tök jó felvételt csinálni, de rengeteg film van, tehát hogy nincs, szóval nem ki. Uh-huh. Szóval szeretnék, de nem tudom. Figyelem én is a fejlődéseket. Hogyha annak kell megtörténjen, akkor szerintem meg fog történni, hogyha azt kell majd csinálja. Igen. Az első szembeötlő dolog, ami szembejött velem, amikor néztem, ugye a filmet én is csak tegnap este itt láttam először, ezt így is akartam, hogy mozivásznon lássam, hogy hát valamilyen fajta párhuzamba állítják a Reisz Gábor filmével, ugye van valami nyughatatlan és megmagyarázhatatlan. Ez neked hogy esett? Szóval, hogy érzed ezt, vagy érted ezt a hasonlatot? Rendben vagy vele minden? Értem ezt a hasonlatot, a Gábor tudott a projektről, mert a Gábor része volt ennek az inkubátor fejlesztési folyamatnak, és időnként a tapasztaltabb filmesek megnézték, hogy a kezdő filmesek hogy haladnak, és akkor ők jó korán tudott erről, és jó korán merült fel bennem, hogy biztos, hogy lesz egy ilyen párhuzam. Én értem, hogy az emberek miért látják bele, én nagyon örülnék, ha el tudnánk szakadni, és van valami, mert gondolom erre... Igen. Tehát van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, én nagyon szeretem, de az egy másik film, és azért értem a párhuzamot, mert nagyon kevés film van eddig, ami erről a kapunyítási pánikról szól, de szerintem másképp beszélünk erről, és máshogyan találtuk meg a mondani valót ebben. Abszolút, persze, tehát nem tetted, egy szó sincs róla, két teljesen különböző film, és hát valószínű, hogy én is nőként, én is imádtam, ha van valamit, de nőként valószínű, hogy ezzel kicsit másképp rezonáltam, szóval azért, mert annyi minden ismerős, tehát más, egy férfi helyzetében nem tudom beleélni magam, csak egy nőjébe. Ugye ezt... Még egy érdekes dolog, amit úgy láttam, hogy nálad van, és ezt bevallom őszintén, hogy nagyon-nagyon tisztelem, hogy vannak olyan emberek, akikkel többször dolgozol. Tehát, vagy hogy mit tudom én, egy színészből lesz társíród. Ezek azért nem kicsi dolgok, és mert nem arról szól, hogy akkor egoizmus, és akkor egyedül én, és csak az én nevem, hanem te akkor valamit még érzel, hogy igazából ugye a film az egy csapatmunka,
akárhogy nézzük, és ott jó, hogy a rendező neve a legelső, vagy a legnagyobb betűkkel van írva, de hát ott még van sok-sok ember, aki nélkül nem lenne az, ami lesz aztán. Szóval hogy van ez, hogy ezeket már barátaid lesznek, vagy van valami, ahogy összekapcsolódtok, hogy választódnak ki, vagy hogy találnak rád? Hát nagyon sokszor sorsszerű, vagy elég random, ahogy találkozunk. Van egy producer lány, akivel dolgoztam, és őt úgy ismerte meg, hogy egy másik workshopon szobatársam volt. De nyilván nem csak az a fontos, hogy találkozunk, hanem az, hogy közösen szeretünk gondolkodni, ugyanúgy gondolkodunk, és ugyanazok a témakörök érdekelnek valójában. És én úgy szoktam erről gondolkodni, erről a stábról, hogy nem igazán szeretem, vagy tisztelem azt a helyzetet, amikor a rendező például nagyobb betűvel írja ki magát, mert valahogy azt érzem, hogy nekem, én úgy vagyok ott, hogy nekem van egy vízióm, de én egyedül ezt nem tudom megcsinálni, és valójában mindannyian a filmet szolgáljuk, és nem az én igényeimet. Most éppen én látom ezt így, és kell mindenkinek a segítsége, hogy ezt rakjuk össze, nézzük meg, hogy működik. Legközelebb valaki másfél ebben a székben, vagy cserélődnek, vagy nem tudom, de valójában a nagy egységet kell nézni, és az, hogy mit akarunk együtt csinálni, az milyen lesz, kinek hogy fog szólni, és hogy tud az a film életet, vagy hát utóéletet teremteni, mert nagyon nehéz helyzet van most például a mozikban. Tehát, hogy csinálni egy olyan filmet, ami ha 2 hétig, 3 hétig van a moziban, ami egy alkotónak nagyon fájdalmas tud lenni. Nekünk szerencsére most pont nem így alakult, de csomó jó filmről tudom, hogy rövid ideig van a moziban. Tehát ez a film utána, tehát a témája miatt esetleg, hogy tud tovább élni bármilyen más formában, tévében, online, DVD-ben, még van. Jó napot! Bocsánat, hogy így, de gondoltam, ne várjuk egy hónapot, amíg hazaére. Igen. Igen, én itt vagyok. A lényeg. Nagyon tetszett az önéletrajzod nekem is, és a kollégáknak is. Talán túl képzett is vagy. Azt nem hiszem. Én szabadúszó vagyok a diploma óta, de mindig is nagyon vonzott a tanítás, meg főleg így, hogyha össze lehet kötni egy ilyen alkotói folyamattal, meg úgy, hogy korban nem is vagyok olyan messze. Hány éves is vagy? 30. És most már nagyon vágyom egy ilyen állandó munkahelyre, meg egy ilyen kiszámítható életformára. Hogy ez nem egy kifejezetten kreatív állás, jobban hasonlít egy ilyen technikushoz, igen. Erre keresünk valakit, aki... Nagyon fontos lenne nekünk egy megbízható ember, aki listákat tölt ki, programokat tesz fel, aki tudja, hogy melyik kábel, melyik mikrofonhoz tartozik, időnként szenzortisztítást végez. Igen, csak engem inkább a kreatív része érdekelne. És a lényeg, ami a legfontosabb. Heti 20 órában tudnánk téged felvenni, eléggé jó, de hogyha nincs ide, hogy elég időt, többet is van az a listán, nagyon fontos vagy. Ne, Majuska, ne csináld ezt, tönkre megy a kerek, az életben nem fog gurulni. Jó Isten se tudja, hogy mi ragad rá. Jó, van, hány nyugit, csak tesztelem. De ne teszteljed. Ezt itt simán hátra ide, igaz? Igen. Nekem ám, úgy csak kell ilyen. És ott van, hoztam. Ott üres dobozokat, Bencé. Ezeket mindenkinek hoztad? Igen. Tedd vissza a széket, légy szíves. Gyümölcsöt is hoztam, kértek. Szóval egész pontosan ugye most itt Nórára utolgattam, mert hát róla beszélünk, hogy ő a főszereplő, és hát a társírója is ennek a könyvnek. És
Hát ugye van egy kerettörténet, ami ugye a halottas, de olyan szépen meg volt oldva, és olyan szépen volt lefényképezve, és ugye például amikor viszik el, az is egy nagyon-nagyon szép jelenet, ahogy megcsináltátok. És a másik felén ugye ott van ez a Nóra, aki hát nem is tudom, hogy mondjam, nagyon-nagyon rokonszenves lány, de hát ugye kicsit elszállt, hogy hát nálunk így mondják ezt, hogy kicsit elszállt, mert hát nem tudja, hogy még mit akar, pedig már ugye a félvilág elvárná tőle, hogy már azt csinálja, amit szoktak, vagy amit kellene. Ez a kerettörténet így nagyon jó, tehát ez volt a te élményed, a személyes élményed, ugye innen indultatok ki, és akkor Nóra mivel jött még? Vagy hát mivel jöttetek úgy, hogy akkor mind a ketten abba beleegyezzetek, és igen, akkor ezt lehet írni? Hát a Nórát az Éjszakai Festés című kisfilmem kapcsán ismertem meg, nagyon sokat castingoltam abban az időben, és nagyon megfogott, mert azt éreztem, hogy nagyon eredeti módon tud létezni a kamera előtt. De az is egy generációs történet, de az egyetem vége évéről szólt, sőt az albérlet utolsó éjszakáról, amikor tisztasági festést kell végezni. De hogy ez a téma kapcsán elkezdtünk sokat beszélgetni, és észrevettük, hogy nagyon sok a közös dolog, ami érdekel minket, de az abban is maradt a beszélgetés akkor. És kicsit később megkeresett, hogy ő szeretne valamit írni, és hogy nekem nincs kedvem. És én elmondtam, hogy milyen gondolataim vannak, erről az egész leszek 30, merre tart az életem, nagyon hasonlóban volt ő is, és akkor elmeséltem neki ezt a keretet, amiről gondolkodom, és szóval ez az egész életérzés őt nagyon foglalkoztat és nyomasztotta, és akkor ez volt az a kapocs, amire azt gondoltuk, na erről érdemes tovább gondolkodni, és filmet csinálni. Nézzük meg, hogy ebben a keretben hogyan tudjuk ezt dramatizálni, hogy azt mondja, amit mi szeretnénk. És ő még eddig nem írt, szóval neki teljes kísérlet volt, viszont számomra ez egyáltalán nem volt semmilyen akadály, mert ugye ez egy közös dolog volt, és a nagyon sok gondolkodás és a közös tervezés volt az, ami így kimutatta az utat. Uh-huh. Egyébként nagyon örülök, hogy nyert egy főszereplői díjat már ugye Isztambulban. Úgy látszik, hogy Isztambul és Szarajevo nála, de kicsit ilyen visszatérő, sikeres helyek. Szóval nagyon örülök, hogy megnyerte ott azt a, megnéztem a díjátadót, és ott is roppant édeske volt, szóval nagyon-nagyon jó. Hát Bányai Kelemen Barna is ugye annak ellenére, hogy rövid szerepe van, de nagyon-nagyon jó volt, és nagyon természetes volt ő is. És hát nagyon örültem Hernádinak, meg hát örültem még Diósi Gábornak, mert nem láttam, nagyon-nagyon rég nem láttam Vásznon. Szóval az epizód szereplőkbe is nagyon erős színészek vannak. Ők mondjuk mind a te ötleted volt, vagy esetleg a producer is ajánlott, vagy hogy ez hogy működik? Hát ez nagyon sablonos módon úgy működik, hogy nekem van egy briefem, és egy leírásom, vagy egy ötletem, és akkor a casting direktorhoz ajánlásokat, viszont nagyon sokat segített, hogy például a Nóra, mint színész, sok arcot tudott megmutatni nekem, jártam színházba nézni embereket, de amúgy nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon szeretnék mindig alapos castingokat végezni, hogy sok embert tudjak megismerni, mert ha valaki nem jó egy szerepre, viszont van valami jó energia, eredetisége, ami ennek a filmnek hasznos tud lenni, akkor nagyon szívesen megnézném, hogy őt hogy lehet mégis beletenni ebbe az egész dologba. De például Hernádi Judit, én tudtam, mit keresek, mint Maja édesanyja szerepre, de nem volt meg, hogy kit, és a Stalter Judit producerünk bedobta, hogy miért nem nézem meg Hernádi Juditot. Hát őt megnéztem online, meg elmentem színházba is megnézni, de nem hívtam be castingra, és én erdélyként nem tudtam, hogy mennyire híres mindenkinek. Tehát Budapesten bárkit leállítasz az utcán, elmondod Hernádi Judit, tudja pontosan. Emiatt nem tartottam tőle, elküldtem neki a forgatókönyvet, találkoztunk, és neki nagyon tetszett, és csak utólag én tudtam meg, hogy neki van egy hasonló korú lánya,
és nagyon érdekli őt is ez a problematika, és őt a szülői szempontból is szeretne úgy részt venni, hogy a szülői generációnak is mond valamit ez a film. Szóval, hogy öröm volt, hogy ismert színészek elvállaltak olyan szerepet, ami nem 20 napos forgatásos szerep, mert számomra tényleg, meg a filmnek is minden szerep fontos. Szóval, hogy mindenki beletett valamit az ötletelésbe. Ugye most azt mondják rólad, hogy erős női filmes, és hogy a szereplők is ugye erős női karakterek. Ezzel te hogy vagy? Vagy ez jó leső érzés? Vagy érzel valami esetleg más is benne, hogy akkor most miért kell megkülönböztetni mondjuk a férfi rendezőt a női rendezőtől, uh-huh. a férfi filmet a női filmtől, vagy hogy ez hogy van? Hát arra gondolsz, hogy női rendező címke. Uh-huh. Hát én annak örülnék, ha több rendező lenne körülöttem, aki nő, amúgy egyre több van most, és akkor nem lenne egy különös dolog, uh-huh. hogy női rendező, és akkor lenne csak egy rendező. Igen, ennek örülnék. De különösen többször talált meg az a címke a legjobb dolgokkal kapcsolatban, hogy a női van, vagy hogy a női felnövés történet, ami nekem azért nem zavar, de azt szeretném, hogy nem azzal azonosítják, hogy női, hanem hogy felnövés történet, vagy egy érdekes éjszaka, vagy nagy változások, vagy nem tudom, és nem arra fókuszálunk, hogy nő vagy férfi, mert ezzel picit beskatolyázunk valamit, és limitáljuk. És egy kicsit, mint egy ilyen csak egy kategóriába versenyezhetne. Pedig nagyon remélem, hogy ez a film egy férfinak is tud szólni valamit. És én is nagyon remélem. És tud vele azonosulni azon kívül, vagy annak ellenére, hogy egy nő a főszereplő, mert nem tudom, a Die Hardra, ha gondolok, most csak mondok egy nagy blockbuster filmet, ahol egy férfi a főszereplő, nem mondom, hogy egy férfi film, hanem egy film, és lehet, hogy persze tudok azonosulni vele, de nem azért, mert férfi vagy nő, hanem azért, mert a története univerzális, vagy megérint, mert éppen hasonlóan gondol, vagy ugyanezen gondolkodom én is. Egyébként ugye, amikor a barátnő kicsit később kerül képbe, tehát nagyon sokáig csak Norát látjuk, és akkor ugye, amikor megjelenik Sára, akkor jaj, de jó, hogy nem róla szól a film. Szóval érted, nekem volt egy ilyen, mert hogy nem ő a főszereplő, mert ugye már megszoktuk, hogy általában a szépek, csinosak, sikeresek, jó, most mondjuk nála van egy kis szépséghiba, mert ő se pont a legboldogabb ebben a filmben, de hogy milyen jó, hogy Nora a főszereplő, mert más filmekben ő a barátnő szokott lenni, aki megérti a problémát, és oda tartja a vállát, akinek jól lehet sírni és panaszkodni. És nagyon jól működött az ő kapcsolatuk is a filmen is. Ők is már régóta ismerik egymást? Örülök, hogy így láttad, mert nekem nagy öröm volt őket összeereszteni. Igen, ismerték egymást, de nem szerepeltek az átalakítás folyamatban című kisfilmben, de nem volt közös jelenetük. Ha jól tudom, azért egyszer-kétszer már szerepeltek együtt, de nem volt olyan nagy átjárás, de ismerték egymást, és kedvelték egymás munkásságát. Mi már forgattunk egy ilyen próba, egy ilyen teaser videót még a finanszírozás folyamatán, hogy megnézzük, mégis hogy működik a humora, milyen a ritmus, stb. És akkor a Julinak, a Huzala Julinak egy sokkal kisebb szerepe volt, viszont annyira sokat mesélt magáról, miben van, kérdezte, mit csinálunk, én mit gondolok most a világról, stb. És betekintést engedett így az életébe, és ebből merítettem egy kis inspirációt, és egy picit tovább írtuk azt a karaktert, ami most Sára. Majd a forgatás előtt elég sokat próbáltunk, és improvizáltunk mindenféle szituációt, hogy felállítsuk ezt a kapcsolatot közöttük. Tehát egészen az óvodától kezdve a 30 éves korig mindenféle állomást eljátszottunk. De még úgy is, hogy például a Bányai-Kelmen Barnát is elhívtuk közös jelenethez, pedig nekik hármuknak nincs jelenetük. És ugyanígy jött be képbe Hernádi Judit is próbán, és így lett ebből egy olyan jelenet, amit aztán bele is írtunk a forgatókönyvbe, és le is forgattuk, mert egyszerűen nem lehetett elengedni. Tehát, hogy
az is volt lényeg, hogy több információt szerezzünk erről a történetről, nézze meg ők, hogyan működnek együtt, illetve volt az a pont is, amikor annyira jó volt őket nézni, hogy így csak így hagytam, hogy történjek a dolgok, mert jó. Gyere már! De most akkor így teljesen? Hát szerintem egy bugyi melltartó. Muszáj. Jön, benne vagy? Ja, dehogyis. 2007-es. Akkor felvételiztem először. Akkor melyikben vagy benne? Egyikbe se, sajnos. Ne csináljak veled egy interjút. De ugyanezekkel a kérdésekkel. Szépen betördenem, és elküldjük nekik. Sziasztok, mi vagyunk. Ez így nyomdakész, úgyhogy hajrá, srácok, és puszi, és szívesen. Gyere! Na, hívjuk ide. Kit? Aj, ne csináld már. Tökre bejössz neki. Tényleg, szerintem tök jó csávó. Hagyjál már, nem hívjuk ide, én csak vicceltem. Te vagy hívjuk. Most mi van? Semmi. Most mi? Most megint 16 évesek vagyunk, és oda jössz a pulthoz segíteni, ezt nem teszed fel, hogy mi? Az nem direkt volt. Ja. Szerintem a Marcitokra passzolna hozzád. Én viszont Bencével élek. Most költözünk. Nem lehet ezt tiszteletbe tartani. Jó van, nem értem, hogy most mi a bajod. Azért nem érted, nem tudsz elszakadni ettől a kamasz szinttől. És ez mi a nagy színésznő megmondja a tutit? Mi van, kifolytál a témákban, nincs mit feltenni sztoriból? Egyáltalán nem. De tudod mit? Akkor legyetek boldogok, gratulálok. Nagyon szépen köszönjük. És amúgy te meg... Én meg mi? Mi? Na mi van? Ne meneküljél! Fejezd be, nézd a szemembe és fejezd be! Jó van, ehhez is gratulálok! Ha! Új szintet léptél, felrúgtál egy anyát! És szenzációs a kislány, tehát ugye a filmekben a gyerekek azért van úgy, hogy el tudnak rontani dolgot, tehát nem lehet őket ugye úgy instruálni. Ki volt ez a kislány? Hát pont akkor sírt és úgy sírt, ahogy kellett. Tehát egy anya ezt tudja és látja és érzi, hogy ez nagyon ott volt. Ki a kislány? De ez a kislány két kislány. Ez egy iker pár... Fú, erről ez minket nagyon megviselt ez a forgatás, mert nem egy örömes dolog egy kisgyereket megsiratni. Hát úgymond szerencsénk volt, mert a szülők nagyon nyitottak voltak. Mi próbáltunk úgy kezelni ezt az egész dolgot, hogy jó legyen nekik, de volt egy nagyon laza ikertestvér, és egy nagyon stresszes ikertestvér, és az apuka pontosan tudta, mit kell mondani, és mikor kell elmenni, hogy elérjük azt, hogy hova nézen, hova sírjon, mit mondjon. Szóval a szülőknek tudom megköszönni, hogy ennyire nyitottak voltak. Szoktunk viccelődni ezen, hogy remélem, most tegyünk félre a pszichológusnak való pénzt, ha esetleg később megnézik a filmet, és... panaszt tesznek, nem tudom. Milyen szépen fel volt építve végig az, hogy nem akarta ugye megnézni Irma nénit, a halottat, és hát ugye ott eltelik a fél éjszaka, és amikor már
beteszik és indulnának, akkor mégiscsak azt kéri, hogy meg akarja nézni. Szóval, hogy mintha akkor és ott világosodna meg, hogy igen, ő tud döntéseket hozni, tud kilépni, tud túllépni, átlépni, és így tovább. Tehát nagyon jól volt felépítve maga a karakter is. Úgyhogy ezért csak gratulálni tudok, és akkor hát most már vége fele járunk, és muszáj rátérjek arra, hogy ugye te közben már csináltál még egy másik filmet is, tehát nagyon érdekes, hogy így mit tudom én, 2-3 év alatt 2 játékfilmje is az embernek, Krisztinának kijön, és hát ha azt jól tudom, merőben más, úgyhogy mesélj akkor még egy kicsit arról. Hát elkezdtem fejleszteni egy másik történetet még a legjobb dolgok alatt. Engem nagyon nyomaszt így az idő múlása, és az, tehát a filmszakmának a bizonytalansága sok minden érdekel, úgyhogy el tudtam képzelni azt, hogy egyik, hogy 2 projektet viszek, az egyik, mind a 2 másik fázisban van, úgyhogy tudok, amit az egyikben tanulok, a másikban tudom kipróbálni, és a másikkal foglalkozom, de a másikon gondolkodom, tehát hogy így kiegészítik egymást. Ez Hétköznapi Kudarcok címen fut, most jelenleg vágjuk, ez nagyon más lesz, mint a legjobb dolgok hangnemében. Ez 3 történet, a forgatókönyv írója Klára Vlaszákovácse író, akinek volt egy első draftja, aztán együtt fejlesztettük 3 évig ezt a forgatókönyvet, majd most nyáron végre leforgattuk. Ez egy cseh, magyar, szlovák, olasz koprodukció, csehül forgott, de van benne egy magyar színész, a Kerekes Vica, és most jelenleg vágjuk, de annyiban más, hogy ez egy dráma, viszont ezek a karakterek a kisfilmjében már mind megvoltak valamilyen formában. Például Sára karakter a legjobb dolgokból, benne van ebben is, csak picit más hangnemben, de ugyanígy az anyaság is, például őt az anyaság nyomasztja. Tehát ez egy 3 történet szál, ami összefonódik egy napon belül, egy városban játszódik, ahol elég furcsa dolgok történnek, és hát kicsit átveszik az irányítást. Ez a sok nyelvűség akkor ott hogy hatott rád? Vagy hát gondolom, hogy az angol volt a közös nyelvetek a stábban, vagy a készítésben. Ezek, vagy már megszoktad ezeket? Igen. Megszoktad. Igen, valójában én elkezdtem tanulni csehül, hogy jobban értsem, mi az, amit konkrétan például egy improvizációban elhangzik, de igen, hát sok nyelven zajlott az előkészítés és a forgatás, és például a Kerekes Vica volt a legkézenfekvőbb ember ott, aki mindent értett, tehát magyarul is, a csehül is, angolul is, és nagyon nagy megkönnyebbülés volt, amikor ő megérkezett a szedben, mert rajtam kívül még az operatőr volt magyar, Győri Márk, és vicces, hogy egy magyar vágó vágja, Meller Anna, aki amúgy Londonban él, és például nem tud csehül, de ez nem akadály, mert ott van a forgatókönyv, de ez az sok nyelvűség nekem komfortos, én azt látom. Gondolom, hogy ez már egy jóval nagyobb költségvetésű film, mint ehhez hogy tudtál igazodni? Mert ez ugye olyan volt, mint egy kamaradráma. Uh-huh. Nagyon sok múlott ugye a párbeszédeken, a látványon, amennyit engedtetek, hát, de főleg a színészek kellett itt nagyon erősek legyenek. Itt tudtál már játszani más dolgokkal is? Igen, más, nagyobb költségvetésből készült, de mindegyik filmnél ugyanazt a felelősséget érzem. A legjobb dolgnál kevés pénzből, tehát ez egy első film, low budget produkció, és amúgy az, hogy ilyen flottul ment minden, leginkább a Stalter Juditnak köszönhető a Laokontól, mert neki volt annyi tudása és kapcsolata, hogy összehozza azt a csapatot, aki úgy tud segíteni, hogy ez flottul menjen. De ott azért nagy a nyomás, mert minden nagyon limitált. Itt más a nyomás, és persze volt sokkal több statiszta, kameramozgató eszköz, több napunk, de ott az a nyomás, meg az a felelősség, hogy ez az egész hogy tud működni, mert nagyobb apparátussal látványosabb dolgokat akarsz csinálni, de ez sokkal komplexebb, és sokkal több helyen tud az elromolni, és nem úgy működni, ahogy. Tehát, hogy mindennek van nagy felelőssége és nyomása, tehát izgató.
Na most erről elég ritkán esik szó, hogy tudják a nézők, vagy a filmszeretők, hogy a filmrendező, amikor nem rendez, és mit tudom én, a következő filmjeig van egy csomó idő, addig mit csinál, és miből él, miből fizeti a számláit, és így tovább, és így tovább. Szóval nálad ez hogy van? Ez egy nagyon jó kérdés, és egy nagyon nagy kuriózum, még nekem is egy kérdés a többi rendezőtársakhoz, miből élnek. Hát valójában én több projektet fejlesztek, tehát hogy sokszor, ha jól szerencsések vagyunk, akkor van írásra, meg fejlesztésre valamennyi pénz, de én nagyon szeretek más dolgokat is csinálni, és sok rendező reklámot is rendez, vagy ilyen megbízásra készítenek dokumentumfilmet. Én például egyszer az ENSZ-nek csináltam egy ilyen dolgot, csak elég bonyolult volt. De én például a Marga Irodalmi Fesztiválnak dolgozom mindenféle, tehát az egész kreatív anyagait én gyártom, animáció, videó, grafika, például a kiadóknak csinálok, fotózok, könyvborítókat megtervezek, és nagyon szeretek a vizuális téren maradni és ezzel foglalkozni. Szóval fejlesztek, meg teljesen más vizuális dolgokkal foglalom el magam. És akkor ebből meg tudsz élni, ki tudod hozni a mindennapi Igen, és nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy nem kell elhagynom a művészeti terepet, és ebből tudok megélni már 10 éve. Utolsó kérdésem, nem tudom, hogy személyes lesz-e, majd eldöntötte, hogy akarsz válaszolni, vagy sem. A film végén ugye ott van az, hogy édesanyám és Laci bácsi emlékének. Én nagyon szeretek mindig a végéig mindent megnézni, minden betűt a vásznon, mert szoktam találni eldugva is infókat benne. Szóval ezzel, hogyha lezárnánk ezt a Legjobb dolgokon bőgni kell című filmből kiindulva ezt a beszélgetést. Miért? Hát a Laci bácsi a jó barátom nagypapája, aki meghalt, és akit ismertem, és aki mellett ott vártam ezt a sok órát, és édesanyám pedig sajnos tényleg elhunyt, beteg volt, és nagyon támogatott, és végigkövette a pályámat, és a forgatás után 2 héttel meghalt. És ugyanígy nem tudtuk, hogy ez lesz, De a búcsú a hasonló történt, mint a filmben, és valahogy előbb volt a film, mint a valóság, de mégis összefonódik. De érzed, hogy van? Érzed, hogy van édesanyád? Fú, érzed, van, nem tudom, csak hogyha már mutatál nekünk egy farkast mondjuk a filmben, uh-huh. akkor akár el is képzelhetem, hogy te valós személyként is tudsz érezni akkor, vagy látni, vagy elképzelni dolgokat. Igen, igen. Nagyon szépen köszönöm, Krisztina, remélem, hogy akkor jössz még a következő filmmel is Bukarestben. Köszönöm, remélem, itt tudok lenni.